Kora délután csaptak fel a lángok Csor mellett, a száraz Tarlón, a Nádasban pillanatok alatt szétterjedt a tűz. A tűzoltók gyalogosan és kézi erővel tudtak csak dolgozni a süppedős lápos talaj miatt. A mögöttem látható több mint 50 hektáros terület már leégett, ám itt mellettem a tűzoltók folyamatosan dolgoznak még, de a munkájukat nehezíti az erős szél. A viharos szél miatt egyébként a katasztrófa védelem napközben a legmagasabb, 5-ös kiemelt fokozatúnak nyilvánította az oltást, miután a Tarlóról a tűz a Nádasra is átterjedt. Több mint 50 ember birkozott a lángokkal. Az oltásba időközben a fehérvári tűzoltók mellett a balatonfűzfői, pétfürdői, valamint a siófoki hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók is bekapcsolódtak. Veszprémből pedig a helyszínre érkezett egy speciális erdőtüzek oltására használt tűzoltóautó is. A férfi azt mutatja, honnan indult a tűz. Egy közeli marhatelepen dolgozik, társaival ő észlelte a bajt. A marháink ebben a Nádasban vannak, aztán azt hittük, hogy ez a Nádas ég. A lángokat végül kora délutánra sikerült megfékezni, eddigre 250 hektárnyi terület égett le. Körülbelül egy 3 óra hossza időtartam alatt sikerült eloltanunk a tüzet. Nehezítette az oltást egyrészt a nagy szél, másrészt pedig az, hogy a gépjárműveinkkel nem tudtunk a területre bemenni, mert elég süppedős volt a talaj. Vasárnap óta egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, hasonlóan nagy tűz az időjárás miatt a száraz Tarlók és Nádasok környékén szinte bárhol kialakulhat.